Második osztályban kezdődött, nagyon nagy szerelmet, egy nagyon jó magyar tanár nem volt. Ilyeneket tanultam el, 4 soros volt az első vers. Teltek múltak az évek, elég sok eltelt, amíg egyszer csak találkoztam egy még nagyobb Pilinszky rajongóval, Alexával, aki felvetette a kérdést, hogy mi lenne, ha megcsinálnánk egy-két Pilinszkyt. Ez így kezdődött el, hogy közös pont volt, úgymond közös nevező, és elkezdtük megzenésítettük az elsőt, vagyis ő megzenésítette az első verset, és utána már úgy egyszerűen egy sodródás volt. Bereményi Géza is írt konkrétan nekem, nekünk ehhez a műsorhoz. Úgyhogy tehát erről mondjuk a Robi többet tud mesélni, mert őt büzi barátság hozzá. Másfél évvel ezelőtt találkoztam először a Robival, és ez a Pilinszky est akkor rövidebb volt tulajdonképpen, és prózák nélküli. Akkor én a dalok között elszavaltam egy-egy rövid Pilinszky verset, és talán azt hiszem egy dalt énekeltem, egy Cseh Tamás Bereményi Géza feldolgozást, a Robi feldolgozásában, a hangszerelésében. És akkor ott kezdődött, hogy Robi kitalálta, vagy kitalálták közösen, hogy mi lenne, hogyha csatlakoznék ehhez az esthez, ahogy járják az országot, meg a különböző helyeket, és egyszerűen csak beszálltam valamibe, ami már addig is létezett. ...2008-tól zenélünk együtt Roberttel nagyon, nagyon sokat és nagyon nagy örömmel, nagyon szeretek vele zenélni. És akkor először mesélt erről a projektről, nekem is volt egy kis fenntartásom, mert megzenésített verseknél nagyon sokszor sok mindent hallok, nem csak én, és ez több 10 éve megszokott dolog, hogy megzenésítenek verseket, de az, hogy lenyűgözön, az nagyon-nagyon ritka esetben történt meg velem legalábbis. Mert mindig egy kicsit azt éreztem, hogy nyakatekert lett, egy kicsit úgy meg lett erőszakolva, mégis egy kicsit egyszerű, és nem éreztem azt, hogy ettől több lett a vers, hanem inkább csak máshogy hívjuk, tehát most meg lett zenésítve. És amikor Robi először megmutatta azokat a piszkozatokat, amiket ők elkezdtek Alexával készíteni, akkor teljesen lenyűgözött, hogy mennyire egy olyan életre kelt az egész, amitől viszont tényleg úgy éreztem, hogy több lett. Úgyhogy utána már teljesen egyértelmű volt, hogy én nagyon szívesen és boldogan csatlakozom hozzájuk ebben a dologban. Isten a víg, a kezdet is ő. Egy szándékos kázban ő segedő. Dadog a szó, és dadog a dal. Szerintem a zene nincsen alapvetően helyhez kötve. Tehát zenélni és azt élvezni, az bárhol lehet. Egy nagy koncertteremben biztos vagyok benne, hogy teljesen más megközelítésben, más hangosításban, más atmoszférát tud az ember nyújtani a közönségnek, vagy az egésznek egyszerűen más lesz a kisugárzása. Nem biztos, hogy jobb, nem biztos, hogy rosszabb, de más. Ilyen intim meghitt helyen szerintem még ezt a műsort nem is játszottuk. Jó, hát az intimet, hogyha te arra gondolsz, hogy kicsi helyen, de valójában teljesen mindegy a közönségtől függ, hogy azon a pár ember, aki ott van. Néha még sokkal jobb egy ilyen közeli közeg. Én múlt héten játszottam 1100 embernek, előtte volt, hogy játszottam 400-nak, és volt, hogy játszottam 80 embernek egy pici gyönyörű színházteremben, és teljesen ugyanaz a történet, a töltés megvan, és megvan az a kontakt, hogy a közönséget megérinted, akkor néha még jobb közelülni hozzájuk.